Hát srácok, Elindítottad meg? elindult a stream. Itt az utolsó etapban. Let's do this shit. Itt az éjszakai műsorsávban. A nyomorult Sony konferencia, ami mindig legkésőbbre van rakva. Egy fél órán belül kezdődik. És utána már csak a Nintendo van holnap, de hát az már egy olyan időben, ami mindenkinek abszolválható, 6 óra lesz. De most itt vagyunk Norbival, és bizony, sziasztok! Belecsapunk a másik nagy platform holder videójában, vagy konferenciájába, és megnézzük, hogy mit tud nyújtani nekünk a Sony. A Microsoft nem éppen hízelgő konferenciája után, mert hát láttunk drága ketyerét ott, de ugye a játékok nem igazán csurogtak, de igen, nem maradtak. Ha sőt, tudod mi visszatekintünk. Az, ami akkor elfejtettem mondani, hogy amikor néztük, én nagyon vártam, az a Red Dead Redemption 2 bemutatása lett volna. Ja, én azt hallottam, hogy esélyes, hogy a Sony konferenciára fog beesni az a bizonyos Red Dead Redemption. Már legyen így elmen. Én már nagyon akarom látni, nekem már mindegy, már hol mutatják be. Pedig nem lehet a Nintendo-nál is, mondjuk az full esélytelen, ugye? De már látni akarom a játékot. Bocsánat, csak gyorsan kiposztolom Facebookra is ezt a csoda dolgot, hogy újra megy a stream. Egyébként ne tudjátok meg, mennyire büszke vagyok magamra, hogy így a elmúlt 3 napban 6 konferencián vagyok túl. És igazából ez az utolsó megterhelő. Mert a Nintendo-t azt már az meg az ágyból fogom streamelni. És így földobom a lábamat, és szarok a világra, de jó lesz az még. Vannak azt, hogy az RDR 2 Switch exkluzív lesz, hát a hajamat le fogom dobni, ezt a maradékot is. Ugye tudna? Az egy erős húzás lenne. Igen, tehát hogy a Switch részre. Igen, azzal a hardware-ével megnézni. Azért ezt a PS3-as szintűn átvenk akkor. Figyelj! Bármi lehet. Mondjuk akkor vendégkarakternek nyilván bejöhetne Mario, Luigi, többé, tehát ilyen crossover lehetne így a dologba. Ja, gondolj bele, ott a prérin rohangálna és szembe jönne veled egy Yoshi. És meg kéne szelídíteni egy pokélabdával. De lehet, hogy elkalandoztunk. Mert ugyebár a Sony konferencia vár ránk. És hát a alapvető dolgok, hogy mit várunk tőle. Nyilván God of War, tehát azok a címek, amiket már tavaly is betízelgettek, és idén év végére azért már úgy várják az emberek. Detroit Became Human, God of War, biztos, hogy lesz az új Pókember film miatt 100%, hogy a többet meg fogunk tudni a Pókember játékról. Legyen így. Nagyon-nagyon várom. Jönnek is a játékot is. Támadat vissza. Ugye rebesgették, hogy esetleg egy ár csökkenés, de szerintem ez, ha lesz, akkor inkább a Scorpio idejére, és még most nem lesz bejelentve. Tehát árcsökkenés általában úgy szokott bejelentésre kerülni, hogy bejelentik, és mit tudom én, másnaptól, vagy egy hét múlva már aktív. Esetleg az ilyen szeptember, október környékén, esetleg a Tokyo Game Show-n tudnám elképzelni az árcsökkenésnek a bejelentését, úgyhogy ilyesmire én itt most nem számítanék. Esetleg egy picit vágnak a PS Pro-n, hogy
aláverjenek még jobban a Skorpiónak, és addig is kiépítsenek egy olyan híd főállást, hogy a megjelenésre még nagyobb előnyben legyenek az ilyenféle generációs konzolokkal is. Nagyon más hardware fronton szerintem nem várható, kint van a PlayStation VR-juk, kint vannak a konzolok, itt mindennek a játékokról kell szólni, PlayStation Vita-t szerintem elfelejthetjük. Ja, hát jó, mondjuk Megatonnak az lehetne, hogyha valamiért hozzanak egy hardware-t, mondjuk egy ilyen hordozhatót, egy Vita 2-t, egy VR 2-t, ami jól lehet. Annak szinte baj még. Van, nincs is okuk, miért szinte most hardware-re foglalkozni, hanem gyakorlatilag tényleg ott elmondott játék ömlesztve. Remélhetőleg jobbnál jobb exkluzívja. Igen, ugye nagy csinadrattával tavaly belett Teasel vagy Kojima-san Death Stranding-et készít. Norman Reedus-os hajdok, vagy ez egy csecsemős, nem tudom én micsodával. Viszont egy pár napja jelentette, nem jelentette le, lenyilatkozta, hogy ne számítsanak rá az E3-on, nem lesz itt Death Stranding, még nem fog semmit mutatni magából, ami egyébként logikus, hiszen a stúdiót, ahol fejlesztik ezt az egészet, az gyakorlatilag egy pár hónappal azelőtt alakult meg, mint hogy fölvitték azt a kis teasert az E3 színpadra, úgyhogy valószínűleg a játék az még nagyon ilyen semmilyen állapotában van, még legalább 2-3 év attól, hogy itt bármi legyen, úgyhogy én hajlok arra, hogy a Death Strandingből most nem fogunk semmit látni. Ellenben ugye God of War biztosan lesz, Days Gone szerintem 100% hogy lesz, az is ugye már közeledik inkább a megjelenéshez, mint a első bejelentéséhez. Attól igazából én azt várom, hogy látunk egy kicsi story gameplayt, és valamit abból, ami nem csak ilyen hatalmas zombi horda hentelés, hanem kicsit a játék másik oldalát is megmutatnák nekünk. Ennek nagyon örülnék. Egyébként, hogy itt valaki The Karma szóba hozza itt nekünk, hogy COD hype, valószínűleg a CODot is igen, itt fogják. Szinte biztos, hogy Activision-nak itt lesz egy komolyabb Demolosznál része. Vagy más ugye kódban nem is voltak. És ami még egyébként mocsok lehet, és valószínűleg mocsok is lesz, az, hogy a két nagy gyártónak, a két nagy FPS-e, az valószínűleg mind a kettő a Sony konferencián lesz most még egyszer megparádéztatva. Elsősorban ugye a COD WW2, vagy World War 2, igen. A másik meg a Battlefront 2. Ez, srácok, ez egy ilyen felszopó stream így a Sony konferencia előtt, amit a Twitch csinál. Igazából át is nyomhatok erre, hogyha zavart titeket. De ja, hogy mind a két nagy FPS cím valószínűleg itt lesz a Sony konferenciáján, be fognak jelenteni valami ideiglenes exkluzivitás, DLC-t, vagy ilyen hülyeségeket, amit nagyon szeretnek. Igen, a Death Strandingről lehetett hallani, hogy a Horizon Zero Dawn-nak az engine-jét fogja használni, az szerintem pont nagyon jól betalálták, mert ez beteg jó az engine. Hát ja, az most is pont a napokban próbáltuk, miket barátom játsz, ugye én meg passzív módban játszok vele, tehát nézem, de hát az lehengerli. Az még full HD-ba is olyan, hogy PS Pro-ban játszunk, ugye, ami szabja tesz így az alap játékgrafikát, de hát az elképesztő, hogy kinéz ez a játék. Ilyen egyébként... Mint egy rendes játék lenne ma. Amit még esetleg el tudnék képzelni, az, hogy ez a crash-es vonal, ez valamilyen szinten tovább lesz görgetve. Tehát most megjelenik az Ensign Trilogy, amihez nagyon cuki burgonyás pólót lehet a videójátékboltba kapni, hogyha előrendeli az ember, amit én terveztem. Ez itt volt a reklámhelye. Hype. Szép estét, jó estét. Igen, hype. Hogy lehet, hogy ennek megindul egy kicsit ilyen tovább görgetése, hogy egy új crash esetleg, vagy... Mert gondolom ők is látják azért, hogy ennek a
Ensign Trilogy-nak azért van keletje, tehát eléggé... Hát figyelj, egy Crash Bandicoot, egy teljes rész bejelentésre kerülne, hát ugye lehet, hogy nem kéne a kávét, ezt lesepeküdnék. Örömömbe. Szép jó estét egyébként mindenkinek, aki közben így érkezik a streambe. Igen, ez egyébként egy nagyon erős bejelentés lenne. Meglátjuk. Az a baj, nem tudom, hogy mi az a Sony-s cím, ami esetleg most lógna a levegőben, hogy már nagyon kiérne neki egy folytatás. Nyilván lesz szó az Uncharted Lost Legacy-ról, de azon kívül új Uncharted még nem. Nyilván a Last of Us Part 2-ről biztos, hogy szó fog esni, de azt is tudjuk, hogy jön. Nyilván nagyon hype lesz, hogy látunk nyilván, belőle persze. Többet. Naughty Dog játék, haját mindenki le fogja majd pakolni. De nagyon sok ideig a God of War volt az, amit ugye mondogattak az emberek, hogy most már biztos, hogy jönni fog, most már biztos, hogy jönni fog, és most tartunk ott, hogy tényleg hát most már muszáj, igen. Na, akkor most már fejét több üdösödik a hallás, de után nem kapunk semmit. De hát mondjuk ugye már volt gameplay videó, és az is nagyon hype volt, hogy így lesz a játék. Gyanús lehetne most már, hogy valamit a GT Sportról esetleg villancsanak valami végleges dolgot, hogy hogy jelenünk meg, mint jelenünk hát meg. Hát egy dátum. Igen. Dátum, ennek, a kapcsán, a van. Ennek a kapcsán egyébként a VR ugye borzasztó nagy szerepet fog kapni, ez 100%, mert tényleg úgy nem tudnak eleget gyártani belőle, hogy ne vigyék el az emberek. Úgyhogy biztos, hogy lesz VR-ra akár egy nagyobb bejelentés is. Én el tudom képzelni, hogy valami nagyobb játék, amiről még nem tudunk, de érkezik VR-ra, az itt a Sony konferencián lesz bejelentve, akár third party, akár first party oldalról. Illetve, ja igen, amit rebesgettek, amellett, hogy ugye jönnek majd a third party címek a Sony konferenciára, mint a Red Dead, meg ezek, az, hogy a From Software, ugye a Dark Souls-oknak, meg a Bloodborne-nak, meg a Demon's Souls-nak a fejlesztője, dolgozik a következő ilyen Souls-os játékon, ami megint PlayStation exkluzív lenne. Tehát ilyen gyakorlatilag egy Bloodborne 2, vagy valami azon a vonalon. Arra még azért elég nagy esély van, mert már mondtam a Microsoft előtt is, hogy ahol nincs tűz, ott füst se lenne, és sok volt itt a füst most ezzel kapcsolatban, de azt akkor a VR-ra mondtam, és tévedtem. Ami viszont biztos, hogy nem lesz, az Half-Life 3 és hasonló marhaságok, tehát, hogy az senki is, ne is... Nem szabad ilyesmibe ringatni magunkat, mert ilyesmi sehol se lesz, és sose lesz. A Valve istenek azok nem ennyire kegyesek hozzánk, de kicsit egyébként úgy vagyok ezzel a Sony konferenciával most, mint a Ubisoft-tal, hogy várom, hogy lesz valami nagy bejelentés, hogy megint lesz valami játék, ami miatt eldobjuk az agyunkat, viszont fogalmam sincs, hogy mi lesz az. Tehát itt még azt sem tudom mondani, hogy talán egy Tom Clancy, mert nincsen Tom Clancy, nincsen most a Sony-nak olyan nagyon beragadt sorozata. Új Ratchet & Clank se aktuális szerintem még, bár el tudom képzelni, hogy azért már munkálkodnak rajta. A többi ilyen régebbi franchise-okat meg nem hiszem, hogy most fogják elővenni. Hát esetleg még ilyen Shenmue-k fognak előkerülni a konferencia alatt, mert az is már ugye húzódik lassan 2 éve a először Kickstarter-es beindítással. Szaladj, Norbi, szaladj! Addig én tartom itt a... Infamous. Esetleg azt el tudom képzelni, hogy egy valami kis Infamous tízelgetés. Esetleg azt el tudom képzelni, mert valljuk be tényleg az a franchise-uk, ami gyakorlatilag most egy kicsit ilyen parkolópályán van egy ideje. És nem is tudom, hogy mind dolgozik a Sucker Punch most konkrétan. Lehet egyébként befigyelne egy újabb Infamous. Viszont, hogyha azt nézitek,
hogy kezelte a Sony a Guerrilla Games-t. Náluk ugye az volt, hogy legyártották az X Killzone-jukat, ami igazából 4-re jött ki, és utána kaptak egy Horizon Zero Dawn-t, hogy azt fejleszték. Vagy hát gondolom ők dobták oda az ötletet, hogy figyelj már, ezt szívesen fejlesztenék. El tudom képzelni, hogy a Sucker Punch is így lejárta a kötelező köröket az Infamous-szel, abból is ugye most már 4 darab van a First Light-tal együtt, ami igazából kicsit kiegészítő, de mindegy, hogy azzal a lendülettel őket is beleküldik egy ilyen új IP-ba. Hogy akkor csináljátok valami olyasmit, ami nagyon tetszik nektek, vagy nagyon, nagyon élveznétek, vagy ott van a izé. Jaj, tényleg, Media Molecule, de rég nem csináltak semmit. Az biztos, igen, a VR... A VR vonalon egyébként, ugye nekik már elég régóta dízelgető van ez a Dreams, vagy minek hívják. Az a baj, hogy az az egyetlen alkalommal sem nézett ki jól. Valószínűleg most is meg fogják mutatni. De abban nem fűzök nagy reményeket. Én örülnék egy új LBP-nek. Kicsit a harmadik része szerintem úgy kifutott a sorozat. És valami új koncepcióval el kéne indulni, de megmaradni ennél a play, create, share vonalon, hogy tényleg ez a pályakészítős, megosztós. A mesterhármas, igen. Igen, a mesterhármas. hát mi megnéztük a Ubisoft konferenciát, én legalábbis. Az eleje kicsit uncsi volt, igen, mert ilyen Mario Rabbids-es, nem is tudom, robotporszívós hülyeség volt, de utána azért elég csúnyán beindult, és voltak olyan bejelentések, mint például a Skull and Bones, ilyen hajós játék, ilyen kalózos játék, ami borzasztóan megdobogtatta nekem a szívemet, illetve a konferencia végén kaptunk egy Beyond Good and Evil 2 bejelentést, hogy érkezik. Dátumot nem kaptunk, de úgy tűnik, hogy most már szerintem egy másfél éven belül jönni fog. Igen, 2020-ig. Igen. A nagy negatívum nekem a Ubisoft konferenciában igazából az volt, hogy nem volt idén Aisha Tyler, és így kicsit olyan partalannak érződött ez az egész bohóckodás, amit ott csináltak. De hát, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit sikerül a játékokból kihozni, mert nyilván az a lényeg, nem a show. De azért örülünk annak, hogyha a show-t is el tudják találni az emberek. Ja, hát itt még amit így kiszáradok. Szólnék, hogy volt, aki írt a kérdésre, hogy szerintük fogja azt mondani reagálni mondjuk egy X-gépe. X-gépére, de én nem gondolom, hogy milyen más esély van rá, meg nincs is oka. Konkrétan Sony-nak ezt megtenni. Olyan szinten dominálják a piacot. Ugye ráadásul mi kereskedők is vagyunk, egybe itt a VB-nél dolgozunk, hogy magyar piacot is dominálja most a Sony. Nem, hogy a globális volt duplája a legnagyobb géparány, tehát semmi okot neki kapkodni. Meg is kéne egy gép. Miért kéne versenyezni ezért? Tehát ez a verseny már rég lezajlott. Lehet ezt csúnyán fogalmazni. Ebben a generációban valami esélye van, hogy a Microsoft vissza fog jönni. Hogy pláne azok után nem lesz új gép. Ami lehet, az esetleg egy holiday seasonben egy járcsökkenés, egy végleges, ami logikus, és bele is fér, hiszen a vas az már tök olcsó, szinte most a profit orientált, lassan már a Pro is szerintem, mert már nagyon sokat adtak belőle. Valószínűleg ez megtörtént. Viszont a legjobb alkalom az szerintem most a konferencia után jól sikerül, hogy vegyetek egy PS4-et, akinek nincs, mert piac, tehát 65 ezer forint most akár nálunk, akár máshol is, ugye most egy PS4 vadonatúj, jön Ankarival. Ez olyan ár, hogy ezt már megmondták nekünk előre, hogy karácsonykor se lesz hivatos, olyan olcsó a PS4. Hogy akinek nincs, az most menjen el, holnap hozzánk a boltba, és kérjen legalább kettőt. Sos elvileg dolgozik, azt hiszem, vagy talán nem. Nem is tudom. Lehet. De ha nem, akkor is beküldjük. De igen, tehát igazából az egész annak a fényében
érdekes, vagy hát lejátszott, hogy a Microsoftnak már látjuk a kártyáit, tehát ők megmutatták a gépüket, és megmutatták hozzá a nulla játékot, úgyhogy ez évvégig már nagyon nagy mértékben nem fog változni, és tényleg, hogyha a Sony be tudja játszani azt, hogy az év végén, ahogy megjelenik a Scorpio, ők lenyomják a Pro-nak, meg a Slim-nek is az árát, és lesz egy ilyen, ne, hát nem is tudom, ilyen 50, 60, 70 ezer forint árkülönbség az Xbox X és a Xbox One X és a PS4 Pro között, akkor az megint egy olyan, hát nem is tudom, vert helyzet szerintem a Microsoftnak. De egyszerűen nem tudom, hogy Hát ezt hogy igen. fogják visszahozni. De majd valaki Hát valami megmondja, hogy nagyon nagy jó-e. hülyeséget kell csinálni konkrétan szerintem a Sony, Igen, hogy esetleg hátrafele egy PS dőljenek. Vita Pro az egy olyan húzás lenne, hogy tehát én arra felrakhatnám az egész Sony céget, hogy azt lehet lehúzni a WC-n. Tehát ha bejátszanának most egy kézi konzolt, komolyan hülyének nézném őket. De ezt ők is tudják, tehát ők is beszéltek róla, hogy a PS Vita az így ennyi, nagyon már, tehát nincsen, nem engedték el teljesen, de már nem várhatunk rá túlzottan nyugati megjelenéseket, inkább esetleg egy-két dolog Japánból, de a PS Vita az gyakorlatilag így le van tudva. Akinek van és élvezte, az ennyi, akinek meg nem, az ezek után nem lesz meggyőzve, hogy PS Vitát vegyen. Közben itt kérdezi tőlem, Csecske macska, mecske, macs, mecska, fú, baszki. Mennyire érdemes PS4 Pro-ra beruházni, mennyivel jobb, mint a sima PS4, milyen szempontokból? Én abból a szempontból tudom nézni, hogy én ez a tipikus geek csávó vagyok, aki mindenből akarja a legújabbat és a legjobbat, és kipróbálni, nyomatni minden. Én biztos, hogy PS4 Pro mellett tenném le a voksomat, a VR is érdekel, ahhoz is hozzá tud adni, a csomó játéknál kihúzza a 60 FPS-t, azt szeretem, és alapvetően meg nyilván egy jó produktum. Viszont azért nem lehet elmenni azt az árkülönbség mellett. Tényleg a mostani leárazása, most 65-ért meg tudod venni a Slim-et, és 130-ért a Pro-t játékkal, azért az még mindig Hát majdnem igen, duplája. nagy a gap, nagy a szakadék legalábbis árértékben a kettő között. Nekem most már egy ideje amúgy PS4 Pro van, én lecseréltem, egyáltalán nem bánom, sőt. A konkrét tényleg minden szegmensben jobb, úgy, hogy nálam amúgy még mindig csak UHD, idézőjelben UHD TV van, és szebbek a játékok. Tehát van a Super Sampling, ugye magyarán a ürészfogakat így megszünteti, nem olyan recés a játék, sokkal jobb az érsimítás. A Horizon-nál ott nagyon, nagyon jól jön. Most a stabilabb az FPS, ugye pont beszéltük, hogy a Last Guardian te is nyomtad meg én is, Ja. és nálunk fullan stabil az FPS. Ja, Hogy te nálam is meg mondtad meg úgy ugye másnap. melegedett a konzol, hogy az valami borzalmas. Tehát sütögetni lehetett Nálam vele meg rajta. sem Jó, mondjuk szólalt nekem a egész. régi FAT PS4-en van, tehát azért hozzátartozik a műsorhoz. Egyébként nem lett semmi bejelentve VR fronton a Scorpiohoz, Xbox One X-hez. Tehát nulla. Ami egyébként megint egy olyan fura dolog, hogy az ember várná azért, hogy valamit válaszoljanak a PS VR-ra, mert muszáj lesz. Tehát szerintem, ahogy telik az idő, és majd telnek, most eltelik majd idén egy év, aztán még egy, ez a VR dolog az egyre nagyobb szereplő lesz ebben az egészben. Az egész gaming fronton. Igen, És számok legalábbis azt minél mutatják. korábban hídfőállást kéne kiépíteni a Microsoftnak, hogy ne az legyen, hogy csak kullog tovább a Sony után, mint amit most csinált az elmúlt pár évben. És nyilván Hát egyébként ez ez az egy, igen. egész játékiparnak nagyon jó lenne, mert Plusz persze kapaszkodó lenne a Microsoftnak, amúgy, hogyha versenybe akar kerülni, igen. és saját VR-t fejleszt is kiad a Xbox One-jához. És ugye a verseny az csak jó. Tehát a versennyel még senki se veszített, maximum nagy cégek. A Sony részvényesek biztos dörzsölik a markukat, hogy a Microsoft lassan lehúzhatja a
game divízióját, hogyha ezt így folytatja tovább éveken keresztül. De hogyha lenne egy erős Microsoft így világszinten, tehát egálba tudnának kerülni, akkor az ugyanazt a versenyhelyzetet sarkalná, ami egyébként a PlayStation érában azokat a zseniális játékokat hozta nekünk. Mert hát anélkül ugye a PlayStation 3 az temetni lehetett volna. Csak hát egyelőre még sajnos nem látszódik, hogy a Microsoft ennek hol próbálna nekiállni. Na, még 5 perc a célig. És addig még egy gyors újratervezés. Még addig visszakanyarodva a Pro-ra, most Igen? annyit mondanék, hogy értek sokan, hogy 4K-val nyilván evidens, hogy azzal szabad csak vásárolni. Én tudom cáfolni, hogy mondom UHD TV mellett is ki tudod használni az előnyeit. Amióta jött a patch, már nem tudom hányas patch, amiben van a boost mode, meg ugye a normál játékokat, amik nem kaptak natív patchet, azokat is egyébként stabilabbá fogja tudni. Ugye tenni, illetve a töltési idők az lényegesen jobbak sok játéknál. Például a Street Fighter 5-nél ott fele annyi a töltési idő. De több játéknál is egyébként felgyorsul a dolog. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ha maximalista vagy, akkor mindenféleképpen még UHD mellett is mert még nyilván. Tehát árérték arányában viszont, hogy tényleg 65-ért veszek két PS tolmát. Mind a két szobában mondjuk komputerje. Pontosan. De igen, a hipster mikrofonnal az ott mi vagyunk ketten így a streamen. Én vagyok a sapkás, Norbi a szemüveges. Na. Hát igen, sajnos az évek ugye azt mutatják, hogy a játékfront az valahogy mindig a Sony javára dől el. És ebben nyilván benne van az is, hogy évtized munkája van abban, hogy azokat a first party stúdiókat kiépítsék. Nyilván ez nem a Igen, az semmiből angol két perc. keletkezett Azokat a igen, Sony. támogatni, szupportálni, Viszont, hogyha van, investálni anyagilag. ha mondhatjuk, hogy van tőkeerős cég, aki megtehette volna valamilyen szinten, hogy kiépíti ugyanezt a support rendszert, és most már volt rá azért egy 10 évük nekik is, akkor az a Microsoft, tehát ott nem kell a szomszédba menni befektetőért meg ilyesmi. Nem egy startupról beszélünk, hanem a világ egyik legtőkeerősebb cégéről. De valahogy ez valahogy elmaradozott, mert valahogy más volt a stratégia, és volt egy időszak, amikor nagyon bejött, ugye? De most van egy olyan időszak, amikor ugye inkább csak bukdácsolnak. Na igen, ugye éppen a Death Stranding-nek a videója megy. Sajnos úgy tudjuk, hogy nem fogunk többet látni most ebből a kis Kojima alkotásból. De hát meglátjuk. Nem sokára kiderül, még 2 perc és indul. Igen, Ja, lehet, hogy vele kezdjük. sajnos. Hangminőséggel most szívunk, mert már nagyon késő van, meg sehogy se jó. De valahogy keresztül nyomjuk. Mindjárt adok magamra még egy kis hangot, hogyha azt szeretnétek, mert még tudok egy picit, pici boostot. Lassan Na. elindulunk, de most már nagyon Igen, kíváncsi vagyok. felhívtam a vonatra. Várjuk. Elment a vonat? A nálunk lévő vonat az amúgy elment, igen. Nem Igen. beszélt tudni egy vonat állam. Na, ez is megoldódott akkor. Ó, és egyébként üdv mind a 232 embernek, aki ilyen spártai időben itt van Ja, velünk, hogy a sziasztok. Sonyt nézzük. Ti Jelenleg. vagytok a hősök. Itt vannak a srácok velünk. Ti vagytok az igazi hősök. Mindjárt adunk egy kis hangot a Sonyra, amint elindul. Elvileg 3 óra van. Mondjuk azt azért tudjuk a kedvenc Sonyinkról, hogy imád késni.
a konferenciájával minden évben. Néha csak egy 10 percet, néha egy fél órát, néha többet is. Ez szándékos, nem? Hát nem tudom. Ez direkt így gerjesztik a népet, tudod. Mi van már, mi van már? De ne gerjesszenek már engem, mert begerjedek nagyon csúnyán. Mondjuk így hajnal 3 óra szerezni, igen, ez eléggé bátorzalat. Ez egy nyomi amerikaiak olyan jól érzik magukat, mit tudom én, keltek egy 8 órával ezelőtt, szép ötöket aludtak, de kezdődik a Sony konferencia, srácok. Na, vajon mi jön? Lesz Crash? Lesz valami plusz? Bocsak. Egy kis reklám. Nem tudom, miért ezzel kezdünk. Ez a dolgozó kis szolgáltatású. De legalább jó alapanyagot adnak a... az esti álmaimhoz, hogy... kiülök egy fagyival a... ez mi a tököm? MLB show. Ja, ott a kis narancs, vagy arany PlayStation. Igen, az ott arra felé az ott vízó dolog. Na, ott a Days of Play akciónk. Days of Play az, ami nálunk is fut egyébként. Úgyhogy ezt itthon is meg lehet találni, viszont még az arany PlayStation 4-et nem. Igen, ez 2 hét múlva lesz, csak idehaza elérhető. Bizony. És közben befutott kedves Bálint barátom. Eltérő. Mégis. Mi ez? Mi ez az arab zene? Uncharted-ről emlékeztet. Ez valami, igen, ezt akartam mondani. Vagy elasztovazos, vagy ki tudja. Jaj, abba is szokott menni. És itt van velünk Bálint. Szia Bálint. Ja, most Bálint. Csatlakozz hozzánk itt a szeánszban. Ez egy csodálatos napom. Mindjárt téged is fölviszlek ide a... kis lófaszra, overlay-re, hogy mindenki boldog legyen. Nem vagyok benne biztos, hogy értem, hogy mit akar ezzel a Sony közölni, de rendben. Lehetne rosszabb is. Hát lehetne. Jó, hát nem olyan epikus nyilván, mint a God of War-os szimfonikus zenei. Kezdés, igen, azért az, az egy másik univerzum volt. De azért a Sony szereti az ilyen művészkedős dolgait. Múltkor is ugye szimfonikusok. Igen. Azért az ütött. Ez most egy kicsit budgetebb dolog annál, de... de eddig érdekes. Ilyet nem láthattunk még senkitől. Vagy lehet, hogy most írják át az agyunkat, és mi észre se vesszük. Ja, a manipulálat, hogy tűnik ezt a fajnál, fajnál. Viszont ilyen Prince of Persia-flash. Az lenne durva. Hát hallod, ha bejelentenék a Sony Confon a Prince of Persia-t elsőként? Az micsoda? Láttad, hogy milyen jelek voltak? Ja. De hogy az mit takar? Nem tudom, mik voltak azok a szimbólumok. Szalam alaikum. Ez szerintem Uncharted Lost Legacy lesz. Ja. Elég egyenes. Ja, szinte biztos. Bizony. Már valahol a táborba halljuk is. Jó, hát ez nem nagy meglepetés, ugye ez már most augusztus végén jön, ugye? Igen. Ez augusztus, ja, 23 valahogy így. Kis kiegészítő szerűség, vagy minek mondjam.
azért nem egy Uncharted. Srácok, a konferencián nincs rendesen hang, én nem tudok rá többet adni. Csak víz hangzik a mikrofonokból. Igen, nálam is szar, ez a streamnek a hibája. Ja, ez a gagyi, nem. Sorry, srácok. De majd mindjárt beindul, és akkor majd leszakítja a fejemet. Reméljük kijavítják. Szerintem bekapcsolom most egy pillanatra a closed caption. Igen, nézem itt a másik chat alatt is. És volt is írják, hogy rúgjátok ki a hangtechnikus, de azonnal. Igen, egyébként Sonynál ez a hangtechnika dolog, ez sose szokott jól működni. Mondjuk ez fura, pont a Sonynál. Igen. De annyira egyébként ilyen ellentétes, hogy... Paradoxon, ja. A hardware cégnél a szoftver az, ami általában mostanában jobban működik. A Sony YouTube channel ilyen jó. Remélhetőleg itt gyorsan megjavul, mert az a baj, hogy nem mindegyik csatorna van megengedve, hogy co-streameljük. De hogyha ha nagyon sokáig szar, akkor valamit cserélünk rajta, jó? Hát kell ugrani. Na. Kicsit még egyébként mindig fura, hogy hoppá, hóesés. Mekkora feeling, de szívesen lennék ott, VR-osok ott vannak, úgy tudom. Nem mondom. Ez God of War, Guerrilla Games. Van Horizon, lemaradtam. Hát ez az, mi a franc? Azt a rohadt élet. Gyorsan összekukázom a YouTube-os Sony streamet, mert ez igaz. Nem akarják megoldani. Csak a halál. Na srácok, cserélünk gyorsan egyet. Így már talán jó lesz. Majd szóljatok akkor, hogy lőjük be a hangot. Ez is olyasmi lesz egyébként szerintem, mint a... amit most nagyon szeret csinálni a Sony. Ugye a Lost Legacy igazából egy ilyen kis DLC-nek mondható, de egy egész lemezes játék lesz belőle a végén. Mint a First Light-nál is. Tehát imádja az ilyeneket most a Sony. Valószínűleg azért, mert több pénzt ki tudnak belőle sajtolni. The Frozen Wilds. Ez a Horizon Zero Dawn, ez egy hatalmas, nem tudom, betalálás volt nekik. Mehet még rá. Eláztatják az embereket? Hóesés után? Los Angeles-i hőben? 2017-et írtak, igen. Hoppá. Days Gone? What happened? Jól emlékszem. Hit again. Squatters off the highway. Yeah, yeah. We've got to get some men together, go after them. Don't look at me, it ain't my problem. They've got Manny. Kicsit olyan kancsalok a szereplők, nem? I just run the camp, D. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope! Ez a szonyak ugye a legújabb. Óóóó. Kis gameplay-ecske az esőben vagyunk ki. Ők szerencsére a YouTube-nak olyan gyönyörű az algoritmus és a bitrátája, hogy
kutyalófaszt nem látunk belőle, de elhisszük, hogy jól néz ki. Jó, hát a látványért nem kellett soha a szomszédba menniük. Hoppá, ez egy jó gyors kutya, egy farkas. Mondjuk ez elég gagyú volt. Rakjam föl négy kár a srácot. Kemények vagyunk. Kicsit jobbja. A Sony meg a QuickTime eventes játékaik. Ez nem Naughty Dog. Ez Bend Studio. Ha jól emlékszem, vitás címeken dolgoztak talán? Jaj, a vitás címen dolgoztak előtte, meg PSP-seken, előtte pedig a Siphon Filter játékokon. Nem tudom, azért a múltkori gameplay, amit mutattak belőle azzal a iszonyatos zombi hordával, azért az menő volt. Viszont annak tényleg örülök, hogy most meg a másik oldalát próbálják megmutatni, tehát nem egyből még egy zombi hordába futunk bele, hanem az emberi konfliktust, a történetet, akikkel interaktál a karakterünk, mert arra ugye nyilván még semmit sem tudtunk. Igen, a közelhatsz azért egy picit gagyi, de hogyha a játék többi részével ezt tudják kompenzálni, akkor azzal nincsen szerintem semmi baj. Hát sok konkrétumot még nem tudunk a játékról, de úgy tudom, hogy igen, open world lesz, ilyen küldetésekkel. Hát szerintem nagy részt a Horizon Zero Dawnra fog egyébként hajazni. Tehát, hogy open world, de mégis olyan hatalmas open world, de azért mégis open world, és elég irányított játékmenettel. Na nézzük, mit lehet csinálni. Medve csapdába belecsalogatunk, ami szerencsétlen. Itt vagytok egyébként? Ezeket a fajta ilyen stealth-elős dolgokat, ezeket nagyon-nagyon könnyű elrontani egyébként. Hoppá! A játéknak egyébként ez nagyon nagy erőssége lehet, ezek az iszonyatos zombi hordák, amiket ebben a játékban felvonultatnak. Valószínűleg egyébként ezért nem is olyan hihetetlenül szép a játék, mert ezt a sok karaktert, ezt meg kell mozgatni egyszerre. Van már hang a Twitch-en is. Szerintem srácok, én akkor visszanyitok a Twitch-re. És ott nézzük, mert abban biztos, hogy nem fognak lebannolni. Ami nem egy utolsó. Nézőpont. Hoppá! Bocsánat, itt volt egy kis ugrás, de ez a biztosabb stream. Hey. So, do it.
Mondjuk az emberek nagyon gyomorultul néznek ki. Nem arra gondolok, hogy csúnyán, vagy nincsenek jól lemodellezve, hanem hogy úgy olyan megtépázottan. Tehát reálisan? Just back up. Nice and slow. Don't make it. Hát csúnya emberek vannak benne. Az aranyos az a maci. Tehát akkor ez egy olyan zombi vírus, ami az állatokat is támadja rendesen. Azért az ilyen kis apróságok azok érdekesek. Fú, mennyire utáltam Sean Layden-t, amikor először átvette a Sony Amerikának a vezetését. De most már úgy megszoktam. Ladies and gentlemen, fans and friends. This is your 2017 PlayStation Showcase. Thank you for coming tonight. Igen, jön a pocok. Kis tengeri malac. Naughty Dog, Gorilla, Ben, out of control. Aranyos. I thought this opening was completely insane and because I had to walk under zombies to get on the stage just now. They didn't even tell me about that last night. We're glad to be here. We're delighted to be here. We have a full show ahead of us. So let's just agree that we love games and we want to see more of them tonight. Igazuk van. Játékokat akarunk látni. Every year we continue to push the envelope of storytelling, imagination and technology. And 2016 was no exception. Virtual reality is now a real consumer product and our consoles are more powerful than ever, offering 4K and HDR options. Jó, az egy kis önfényezés, az a Sonynál mindig nagyon szokott menni. És remélem nem mennek el bele megint a számokba. PlayStation once again stood at the forefront of bringing these technologies to the world of interactive entertainment. And now, in 2017, it continues to be all about the games. In the past few months alone, have given us some of the most creative, high quality and engaging video games ever seen. Horizon Zero Dawn. Neo. Resident Evil 7, MLB The Show, Persona 5. Igen, nálam is késik. Majd talán rájön valamikor a Sony hangmérnök, hogy ezt hogy kéne csinálni. De nem vészes szerintem. Blockbuster games coming soon. That's the plan, right? You will see tonight that Worldwide Studios is bringing you the exclusives you want, and through our strategic partnerships with third-party partners, PlayStation is home to all the biggest and best franchises in the world. It has never been a better time to be a gamer. Thank you all our fans, all of you, for your support and for making PlayStation one of the most loved brands in the world. Azért szívesen lennék egy kis legyecske a Sony, mit tudom én, japán, meg amerikai headquarter zénél. Miután így elkezdték újra átvenni a hatalmat a konzol piac fölött a PlayStation 3 után. Azért ott érdekes beszélgetések zajlódhattak le. But tonight, let's recognize the art of gameplay with a showcase of the most anticipated titles here at E3. So, without further ado, let's get back to the game. Ciao. Minnesotában is. It's my personal pleasure and a privilege. Örülök, hogy velünk tartasz. That has a rabid cult following around the world. And has a very special place in my heart. A mikrofonodban. Na. Ez nem volt hosszú. Listen. De nagyjából így ment a tavalyi Sony konferencia is. Nem volt túl sok rongyázás, csak az a minimum, ami mindenkinek kell. Igazából tényleg az a kérdés, hogy vajon lesz-e Minecraft 4K-ban. Igen. Az mi a... Ez micsoda? Code Vein? Biztos Crash Bandicoot. Biztos. Kurva nagy karddal. Vagy ez valami új? Hát nem ájultam el úgy túlzottan. Kicsit olyan feelingem is van tőle, Monster Hunter. Ne csináljátok, hogy ez tényleg Monster Hunter.
Arad is meg fog zavarodni, geci? Ha tényleg Monster Hunter. Hallod? De hogy-hogy? Hogy-hogy? De bazzeg, hát ez az első nagy alkalom, hogy current-gen konzolra Monster Hunter. Atya úristen, fogom én beszélni, bazzeg, mert ez beszalik. Ez az, ez pedig az. Tehát ez... ez igazából nem azért érdekes, mert a játék az egy, azért egy eléggé réteg játék a Monster Hunter, tehát ezt senki nem fogja szerintem vitatni, és szerencsére akadozik a stream, zseniális, miért ne csinálnám, hanem azért, mert nem tudom, hány éve volt utoljára, hogy egyáltalán otthoni konzolra megjelent Monster Hunter, tehát a Wii U-n volt valamelyik, de nyilván a Wii U-as szinte senki nem játszott vele. És így a Nintendo konzolokon kívül a Monster Hunter nem igazán volt megtalálható. Hát... Monster Hunter World. Ezt a játékot a gameplayer játszik egyébként az emberek, tehát hogy nem néz ki rosszul, nyilván nem a világ csúcsa, de ez a Monster Hunter-es gameplay az, ami ezt az egészet elviszi a francba, és valószínűleg tényleg. Ez igen. Hát ez az, amire nem számítottam úgy abszolút. De ez biztos, hogy játszva lesz itthon. No, igazából ezek után mi lesz? Jön Mario is, vagy mi? Japan Studios, az a From Software-rel dolgozik együtt, nem? Vagy a... ez mondjuk másik dolog lesz. Shadow of Colossus vibe-jaim vannak, gyerekek. Ne! 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 Norbi! Azt nézed? Bálint! Nézem, nem ne! Tudod. Ne! Shadow of Colossus! Ha! Ne idegelj föl! Megint... ah! De várjál, ez most csak egy remastered lesz, vagy pedig... vagy ez egy új. Jó, nyilván mondjuk a a bosszok azt ugyanannak nézem, tehát egy remastered, de fú, az egy pillanatra majdnem bekappáztam. Fú, 2018-ban. Wow. Hallod, a szívem azért egy kicsit beindult Monster Hunter meg Shadow of Colossus. Na nem már. All biological life must be exterminated. Doctor, get us out of here. Ez a Marvel vs. Capcom Infinite, ugye? Ha jól sejtem. Ez már jó régóta be van jelentve.
Norbi, Shadow of the Colossus, nézted? Nem, sajnos. Azt történt, srácok, hogy le kellett ügyem a kutyámat, esélyes. Elnézzük. Kapsira. Kivételesen elnézzük. Hát, ami volt, az Monster Hunter és Shadow of Colossus. Így eddig. Nem gondolom. De jó ég. Azt hiszem, hogy nézünk. Bear witness to the death of your world. Meg hát ugye ez... verekedős játék, ez a te fortéd. Próbálkozik azzal, hogy van tartalmat is ebben a játékot. Ezek ilyen azért Street Fighter-ös alapokra építkeznek egyébként, ezek a Marvel-es Capcom-os dolgok? Igen, igen, igen. Hát ezeket egyébként a fejlesztőket csinálni, ugye. Street Fighter, de ettől függetlenül túl sok azonosság nincsen. Mm-hmm. Azon kívül ugye egy kérdő alapú. Teljesen más saját. Ja, igen. Ja, persze sokkal egyszerűbb ilyen. Hát ilyen zongorázni lehet végül is. Eléggé könnyű, nincsenek időzítések a játékban. Viszont cserébe ugye két vagy három karaktered van itt, az hiszem talán kettő lesz. Sztori, de már lehet is tolni. Igazából azt, hogy hogyan tudod menedzselni a karakteredet. Ebony, Ivory, care to dance? Ezért szeretjük a Sonyt. Orba szájba játékok. I thought I'd seen everything. We're in a whole new world. Now we're gonna find out what you're really made of. Micsoda? Hallod? Ez az Agent? Hát az... az... tiltás lenne azért. Ez az az Agent, nem 105 bejelentett. Ja nem, ez kód lesz! Ez szerintem ez a mostani kód lesz. Jó, egy pillanatra már megremegtem. Jól néz ki. Jaja, nem is ismertem rá. Egész tűrhető. Csak megint beakadt ez a rohadt izé. De hogy miért? Sorry srácok, nem tudok nagyon velem is csinálni. Azok sokan nézik rajtunk kívül is. Valahogy nosztalgiával töltenek el egyébként ezek a képsorok. Tudom, hogy egyébként erre megy ki a játék, és hogy ezt akarja kiváltani belőlem az Activision. De sajnos nem tudom megállni. Ne csináld már! Baszki. Csuda jó. Jó srácok, visszanyomom akkor egy YouTube-osat, ez így nem fája. Pont a csudakodnál szaragszik itt nekünk ez az íz. Jó, hát ez, ez egy jó nagy klip. Aj, Bálint. Olyan cinikus vagy. Ja, tényleg. Jó, hát ez... elérte a kívánt hatást, én úgy érzem.
De azért hasra nem estünk, mondom, az a kis nosztalgia az ott van most bennem emiatt. Na jó. Mondtam. Piáros izével. Skyrim. Hát ezt nem hiszed el. Érződ. Jó, feladtuk a Twitch-et, ez így tűrhetetlen, úgyhogy megyünk át a YouTube-ra, bocsánat. Aki még nem ment el magát, nem adta el, még megmondja, hogy járjanak, még ez a dobbír. Én már elégettem. Skyrim-ecske. Volt egy nagyon találó ilyen kis kép a Redditen, belefutottam, hogy Bethesda 2028-as konferencia, és még mindig a Skyrim-et milkelik. Jó, hogyha valamit el akarsz adni, akkor Skyrim-et kell ráraknod, tehát ez a... ez az ilyen alapvetés a videójátékoknál most, mert ez úgy tűnik. Na, de fasza. Hát akkor ezek szerint a Bethesda a Skyrim-et is hozza, a Doom-ot is hozza, és a Fallout-ot is hozza VR-ra. És elvileg mindet idén még. Gyakorlatilag az összes kólyobb színünket így átportolják én VR-os. Ezeket a VR-os címeket még nem ismerjük, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy jé, ez az, mert ez egy valami új IP-nek tűnik. Ez valami IP-nek tűnik. Dolog, amit annyira nem vagyok hasra esve. Nyilván VR biztos érdekesebb, de... Nem tudom. Tőlem okosabb emberek majd megmondják, hogy ez jó-e. Nem egy olyan hihetetlen valaminek tűnik. Hát tudtuk, hogy sok VR-os szín lesz. Ja. Hát most a Fallout? Ja, nem. A zene választás az mindig meg tavar. You're welcome to join me.
Ezt már demozták korábban is. És azért még mindig nem vagyunk vele elájulva. Ezért nem tudom megérteni a japánokat. Visszahozzák esetleg a szapomat? Nem. Bravo team. A játékokat megkapjuk. Azt mondhatom. Nagy meggyőződéssel. A Twitch előrébb van, mint a YouTube-os? Vagy? Igen. Poly Ark. Segér VR? Ja. Mondjuk ez cuki. Ezek a szellemek egyébként ilyen japán folklórban mindig vannak, mert ugye ez ilyen csillós. Akartam volna egy kicsit ilyen Ghibli stúdiós. Aranyos. Tényleg ennyi VR címet fel tudnak mondani, és ezek így záros határidőn belül meg is jelennek. Azt szerintem teljesen rendben van. Moss. Hát lehet, hogy nem Moss jelenik meg, hanem majd egy kicsit később, de... A neve már megvan. Moss Tis. Miért lőnek a saját konzoljaikra? Offor? Talán esetleg? Aha. Na csak. Azt a... Are you gonna do it? Azt a hátat, azt videón felismerjük. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a játékban hogy fog működni. Kis sráccal a kapcsolat, meg minden. You said I was cursed. Ez a pikingves témakör. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy.
No. But at least I know the truth now. Ez az igazi játék a szakállal. Hang on, boy! Okay! The truth. Mit az, hogy szia? Végre csinálni. Long way from home, aren't you? And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. When they find you, and they will, they'll make things difficult. Wait here. I will handle this. Az a pajzs, az tetszik. Akarok egyet. Norbi, te vagy a beszerző. Rendelj el. Oké, vettem. Már írom is, hogy valahogy egyébként ez a God of War az, ami a videójáték szerintem. Tehát, hogy ez a felhőtlen, akciódús, ügyességi, de minden benne van egyszerűen. Fight. Általában a régebbi részek is mint alkalmaztak. Azért tetszik, hogy vannak karakterek is a játékban, azért az előző God of War-okban nem mondhatni, hogy sokféle karakterre találkoztunk, mindenki csak ideges volt. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. The road ahead is long and unforgiving. Istenem, srácok. No place for a boy. Mondja valaki, hogy vegyen Xboxot, persze. You must be a warrior. Most ezt hasonlíts már össze a Sea of Thieves-el vagy a Crackdown 3-mal. Összeset összerakhatod egy kupacra is. És még akkor sem. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. Egyébként a Sony-nál a trélereiket is egyébként dramaturgiailag nagyon-nagyon össze tudják rakni. Tehát kezdtünk az elején a csónakba, körbe mentünk a játék gameplay részein, és visszaértünk a csónakba. Ahol egy nagyon csúnya kígyó néz rá. Istenem. What is it saying? Ezt vágjátok, hogy akkora vigyorral nézem ezt a cuccot. Szihetetlen. God of War, és mikor jelenik meg? 2018 eleje. Fájdalmas. Igen, majdnem egy év. De már csak majdnem egy év. Ja, fél év. Santa Monica stúdió, hát ők még mindig tudnak. Áj, nem áll meg a trailer. Áradat. Detroit? Become Human? Arra kíváncsi vagyok, nagyon mondjuk. Hold on. Just a little while longer. Júj. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Ez ilyen hideg kirázós.
This is a night our people will remember. There are 5 CyberLife stores across Detroit. We're going to attack those stores and set our people free. That's what we are to them. This merchandise on his plan is shop window. Let's get him out. We'll stick to the plan. Neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. You're awake now. Behind. It's too late. If we stay here, we're gonna get shot. North, our people need us alive. There's nothing else we can do. Marcus! Azért a David Cage játékoknak nem kell a szomszédba menni. Az ilyen karakter drámai hülyeségekért, meg a nagymerésekért. We are superior to them. They are our masters. That's about to change. Nem tudom egyébként, hogy fogják ezt a, ezeket a játékelemeket kombinálni. Mert kicsit olyan ilyen nyomozós, feelinges valaminek tűnik ez az ilyen látás, de egyébként meg egy full akciójáték. My name is Marcus, and just like you, I was a slave. But then I chose to open my eyes, to take back my freedom, and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. We're with you! I'll follow you, Marcus! I'm with you, Marcus! Kis Westworld áthallás, Android. Then follow me. Föllázadás. We interrupt this broadcast with breaking news. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores. Given the facts, it's pretty clear these attacks are linked to the deviant video message broadcast recently from the Stratford Tower. Different locations were hit in what seems to be a coordinated attack. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Violence is the only language humans understand. Numerous storefronts have been broken, with cars vandalized and set alight, leaving many Detroit neighborhoods in chaos. We're getting reports that hundreds of androids have been stolen from CyberLife stores. Ezek azok a játékok, amiért az emberek konzolokat vesznek. Ez a Heavy Rain Brigád, nem? Micsoda? Igen, Heavy Rain, Fahrenheit. Volt még most. Beyond az ők? Ja, Beyond, igen, igen. Jó, mondjuk eléggé felismerhető a kézügyük a játékon. North! North! You alright? What happened? They slaughtered them like animals. Who did? Lehetséges egyébként, hogy amit most láttunk, az az, hogy milyen választási lehetőségeid lesznek a játékban. Na, igen. Valószínű. Biztos, mert olvastam már erről én. Az mondjuk egyébként... Nyilván nagyon elrugaszkodott lenne, de az erős lenne, hogyha lenne egy játékunk az emberséghez eljutásról, és lenne két annyira eltérő út oda, hogy az egyik az a... erőszakon keresztül vezetne, a másik pedig egy full pacifista dolog lenne. Without light,
Ez Destiny 2? Aha. Vagy ez is ilyen vicceskedős lesz? Nathan Fillionos? The galaxy to prove my worth. I alone am worthy of a traveler's light. Your mother, Dave, have merely forgotten the fear of death. Ez kicsit olyan feeling lehet, mint amikor valaki vovos ilyen trailert néz, és nekem meg erről nincsen fogalmam. Tehát a Destiny az pont az a játék, ami engem nem fogott meg, de például a Sast azt tudom, hogy ő még mai napig tolja. Ott nem hiszem, hogy a lélektől sokan tolják mai napig. Jajjá. Nem. Egyébként le a Bungie előtt, mert rengeteget fejlesztett rajta. Azt olvastam, hogy mennyi munka volt abban, hogy igazából a játék megjelenése után elérik azt a pontot, amit valószínűleg eredetileg is kiküzdtek, vagy mit szeretnének. De nem hagyták ott megrohadni a játékot, hanem tényleg kiseggelték, hogy mondjuk így szeptember 6. Ja. Nagyon-nagyon durva év végénk lesz most. Talán még durvább, mint a nagy éves átlag. És igen, az exkluzív content, ezt a Ubisoft alatt egyébként említettem, hogy a Sony-nál ugye most jelen a sok third party játék Sony-s tartalmakkal, mint hogy a 360-as érában ugye az Xbox-os exkluzív tartalmak voltak Goldosszájban. Nyilván éppen aki a csúcson van, az tudja hozni ezeket a dolgokat, de várható szerintem még Please welcome back to the stage, Sean Layden. Red Dead Redemption 2, akkor annál is lesz. Na, tengeri valac, újra színpadon. Okay, everybody, just breathe. Yes. That was quite the roller coaster ride for the last 60 minutes. Thank you all so much for being here tonight. Hallod, én észre sem vettem. Ez PlayStation 4 Pro and PSVR. We could not be more excited than to kick off E3 2017, celebrating the content and the creators who make PlayStation the best place to play for gamers. Now, let me leave you nagyon jól csinálják, amit csinálnak. With a true PlayStation exclusive, a true exclusive for PlayStation, egy igazi exkluzív. One of the industry's most respected developers. Let me thank you again for coming tonight. A shout out to my courageous friend Ronil Mehta for struggling on through. And now, everyone, please. Azért még enjoy the ride. Egy Bloodborne-os dolgot is vártam, egy pókembereset is vártam. És pókember? Az pókember. És full exkluzív lesz a pókember. Mert ugye úgy hallottuk, hogy valami, de hogy ez nem volt kimondva, hogy ez egy teljes mértékben exkluzív címnek, és nem csak idő összkötött. Az bunkó, mit csinálnak? Belógattak még egy képernyőt. Lehet, hogy ki fog maradni a Soul Game. Yuri, what do you see? Find the rest. Boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. Fú, gyerekek. Atya világ. Emlékszem még a Spider-Man 1 és 2-s időkre. És ezek olyan feelingek most. Az mi volt? This minute fled through the building. Eliminate them. Should have worn a helmet. Ebben a szempontból egyébként nagyon-nagyon jó, hogy az Insomniac csinálja ezt a játékot, mert
ahogy nézem a játékmenet, az nem lehet belekötni. Ez nagyon jó hangulat. Jaja. Not today. Spider-Man! Tell the boss he's here! Nagyon pókemberesre sikerült, ha mondhatjuk ezt. Tehát nem egy Arkhamot kaptunk, hanem ez tényleg pókembernek érződik. Ezekkel a pattogásokkal és játékkal a... Nagyon fasz a gépé. És annyira pókemberes egyébként, hogy a mit tudom én, öt szétvert ember különböző pozíciókban fekszik, a falon, lóg le, hey, hozzá van kötve mindenhez. You. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. Ah, azt hittem, hogy elindulunk a városba lengedezni. Azért azt még remélem mutatnak. Tetszik, hogy szuper, vagy Spider-Man nem egy ilyen elsőszítatatlan ilyen Amerika kapitány karakter próbáltak összelakni belőle, hanem hogy azért átlag emberekkel is küzd. Hiába van egy kis szerő, meg póköztönök, meg stb. You're about to find out. Check the roof. He's here? Ó, édes Isten, engem megvesznek. Erős ez a pókháló, he? Oh, come on. Na, engedezzünk, engedezzünk. Sáncok. Ember egy igazi hős. Nem arról szól egyből a játék, hogy vered szét a nem tudom milyen gonoszokat, hanem hogy az első nagy set piece-ünk most, amit látunk a játékból, az, hogy meg kell menteni az embereket. Azért ez nekem nagyon szimpatikus. És a lengedezés. Turns out Martin Lee is running the demons. The guy who runs the homeless shelter? Ez a lengedezés, ez nagyon otthon, srácok. Sit tight, Yuri. I got this. Please, let me have this. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. YouTube-on honnan nézed IGN-e? A hivatalosról.
Vajon mennyi része van a városnak így megmodellezve a játékba, hogy be lehet esni? Azért remélem nem csak egy-egy ilyen set piece erejéig vannak ott a dolgok. Nem tudom, nekem ezek, ez valami iszonyatosan tetszik. Hogy tényleg figyelni kell arra, hogy megmentjük az embereket, és nem csak azt, hogy végverni boss fiúkat száz, mit tudom én, pályán keresztül. Úgy ez eltalálja a karaktert. Mr. Lee? Hát... Srácok... Mondja valaki azt, hogy... Ezzel nem fel tud mondani bármit a Microsoft. És nem azért, hogy... fanbolykodjak, de egy picit igen. De nagyon-nagyon jókat ad nekünk a Sony mostanság. Nagyon jó játékokat hoznak, nagyon jó dolgok vannak készülőben. Nagyon-nagyon nehéz ezzel vitatkozni. Ez plusz, mit tudom én, két teraflop, akármicsak. Jön még valami? Vagy ez már csak az ilyen outro? Az Amerikább csak valószínűleg. Ja, ez ilyen outro. Outro csak lesz. Ja. Ez egy hosszabb Last of Us trailer, vagy valami? Nem hiszem. Valószínűleg egyébként ez oda fog vezetni, hogy még Gamescomon is fogunk látni tőlük valami extrát, és megint lesz valami plusz a Video Game Awards-ra, mert egyszerűen annyi cívük van, hogy ki tudják tölteni. Na. Hát, srácok. Örültem volna én is egy ilyen Bloodborne 2-nek, de úgy tűnik, hogy nem kaphatunk meg mindent, amit szeretnénk. Ahogy a szám is mondja, hogy you can't always get what you want, de ez nekem nagyon közel volt a mindenhez. Úgyhogy én úgy tudom lezárni ezt a Sony konferenciát, hogy borzasztóan meg vagyok elégedve. Tehát olyan címek jöttek, aminek örülök, hogy jönnek, tehát egy Monster Hunternek borzasztóan, hogy kiszabadul ebből a, mondjuk, Nintendo hűkörből. A Pókember remekül néz ki, a God of War remekül néz ki. Kapunk egy fullra fölhúzott Shadow of Colossus. Hiába remaster, azért az egy olyan játék, amit remastereljék. Csinálják. És mielőtt még itt a végső gondolatokat elmondanánk, azért szeretném megköszönni még mindenkinek, aki itt van, hogy velünk követte a konferenciákat. Holnap, illetve ma délután 6-kor még egy Nintendo-val zárjuk ezt a konferencia E3 bűvkört, és azzal le is záródik az E3-nak a legnagyobbik része, ugye a nagy bejelentések. De véget is ért a trailer, ahogy nézem. Azért most még oltás lenne, hogyha beraknának valamit pluszba. Ja, az emberek mennek is. Nagyon. Jó, akkor így már biztos, hogy nem lesz semmi. Nem tudom, Norbi esetleg, neked mi a véleményed? Tetszett. Még azt hittem egyébként, hogy lesz a végén azért valami meglepi. Gyakorlatilag mondjuk, hogy Last of Us 2 gameplay, vagy egy Red Dead Redemption gameplay. Igen, azért ezt elég sokan várták, hogy kapunk még ide valami kis plusz apróságot.
De hát... Igen, azt szerintem még beférhetett volna, de ezt leszámítva meg, hát God of War-nál ott azt átmentem kis direktbe. Tátosszájjal néztem. Tehát én részemről ez teljesen megvolt. Egyébként ezek a Last of Us-ok meg Bloodborne folytatások még annyira sokkal később jönnek, hogy nem egy Kojima cím, hogy azt bejelentjük tényleg 3-4-5 évvel előre. Úgyhogy emiatt valószínűleg még nem kaphattuk meg most. De egyébként én teljesen meg vagyok elégedve. Megint kaptunk egy nagyon-nagyon fókuszált, egyórás konferenciát. Nem semmi sallang, semmi számok, amit a Sony régen tolt. Játékok. És én ennek tudok nagyon örülni. Bálint? Hát... arra kicsit csak én közepes, de mondjuk százszor jobb, mint egy... EA konferencia. Igen, de az EA-nél egy, nem tudom... Sérv is jobb. Konkrétan. Ez a Spider-Man azért kellemes meglepetés volt számomra legalábbis. Nagyon rá voltam kattam, hogy Last of Us, de... Jó, ez így. Ja. Jó lett volna még kicsit többet látni, srácok. Szerintem ezzel engedjük el a Sony konferenciát, már is hajnali 4 van. Aludni is kéne még egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ha választanom kéne a konferenciák között, akkor azt holnap a Nintendo után megteszem. De eddig azért a Sony az erősen ott van az élmezőnyben, valljuk be. Igen. Na, úgy tűnik egyébként, hogy a 2017-es év egyelőre játék szempontjából úgy néz ki, hogy a Sony-nak lesz megint ütőséve, viszont azért az Project Scorpio, most már Xbox One X, még lehet, hogy itt megbolygatja évvégén a dolgokat, meglátjuk. Én szeretnék mindenkinek szép estét, reggelt kívánni, és 6 órakor folytatom a Nintendo-val. Sziasztok! Sziasztok!